Szentmisével kezdődött a jubileum. Az Isten tiszteletet követően az iskola könyvtárába invitálták az érdeklődőket, ahol Fekete Szabolcs plébános, a Bajai Caritas vezetője köszöntötte a vendégeket. A plébános közel 10 éve vezeti a bajai csoportot, amely, mint mondta, hatalmas felelősség és megpróbáltatása számára, és köszöni mindazoknak, akik valamely formában segítették a munkájukat. Isten ajándéka az, hogyha az ember tehet valamit, a másik emberért jót tehet, élhet a hivatásának, és olyan munkatársak veszik körül, mint engem a Caritasban. Csak hálával tudok gondolni, még a megpróbáltatásokra és a nehézségekre is, hiszen az meg az emberség próbája. Hogyha azokat kiálljuk, elviseljük, az is egy krisztusi magatartásforma, a szenvedések vagy kudarcoknak a eltűrése, elhordozása. De ez a fontos számomra, hogy tehettem valamit, jót tehettem, élhettem a papi hivatásomat, és a szegényeken segíthettem. Fekete Szabolcs hozzátette, nagy öröm számára, hogy olyan emberekkel dolgozhat együtt, akik szintén a jótékonykodásban találják meg örömüket. Az eseményen a városvezetés is megköszönte a szervezet munkáját. A segítség egy olyan közös érték, amit ápolni kell, ugyanis nélküle mi sem léteznénk, mondta beszédében a térség országgyűlési képviselője. Ez a szervezet az, amely az elmúlt esztendőkben nagyon sokat tett azért, hogy azok az elesettek, akik a városban vannak, azok ellátásban részesüljenek, és hála Istennek, hogy az elmúlt években nagyon sok partnerük is volt, ugye az önkormányzat is folyamatosan segítette a munkájukat, és nagyon sok olyan vállalkozás, magánszemély is, akiknek a segítségével valóban tudtak segíteni az elesetteknek. Mága Zoltán jótékonysági koncertjéből befolyt 363 000 forintnyi összeget Binszki József plébános nyújtotta át a csoportnak, ezzel is támogatva munkájukat. Az ünnepség után egy pohárköszöntőre, valamint egy közös ebédre várták a vendégeket és a csoport tagjait.